Köszöntöm a kedves tévénézőket! Mai vendégünk Szepesi Tibor, városunk polgármestere. Köszöntöm a Karcag Televízió stúdiójában, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm szépen a meghívást. Mai alkalommal a legutóbbi testületi ülésről, illetve a polgármesteri tisztségéről fogunk beszélgetni. Nézzük elsőként a legutóbbi testületi üléssel kapcsolatos kérdéseket. Jelen volt ezen a testületi ülésen két közlekedési szakember is. Kik ők, és miért voltak jelen ezen a testületi ülésen? Több okból is jelen voltak, hiszen több olyan közös téma van, Karcag és az útfenntartó megyei közút kezelője, ugye a Vármegyei közút igazgatóságával közösen, amelyet azért napról napra, ha nem is folyamatosan, de azért időnként előveszünk és áttárgyalunk. Az egyik ilyen nagyon fontos kérdés az a Karcagot érintő közutaknak az állapota, azok fenntartása, karbantartása, javítása. Ez volt az egyik téma, amelyet még testületi ülést megelőzően érintettünk igazgató úrral, illetve főosztályvezető úrral, hiszen több olyan út is van Karcagon, amely az ő kezelésükben van. Ezeknek a kátyúzását, a rendben tartását, a kezelését beszéltük át, megnéztük, melyek azok a feladatok, amelyeket mindenképpen el kell végezni. Egyrészt a biztonságos közlekedés szempontjából, másrészt pedig olyan kulturális eseményekkel kapcsolatban, amelyek a napokban zajlottak, zajlanak majd városunkban. A másik ilyen nagyon fontos kérdés, az ugye, és ez azt gondolom, hogy mindenkit érint, a Dózsa-György út felújítása, hiszen ahogy arról többször beszéltünk már, a megyei közút benyújtotta a pályázatát az ezzel kapcsolatos felújításra, és hát jó hír, hogy ez a pályázat befogadásra került. Ha minden döntés időben megszületik, akkor várhatóan az év második felében a Dózsa-György út felújítása, amelyről ugye többször szóltunk, egészen az újságos pavilontól a Vágóhíd úti Karcag tábláig meg fog történni, és akkor gyakorlatilag összekötése kerül azzal az Ádorhídi úttal, amely egyfajta biztonságos és turisztikailag fontos közlekedési útvonalat fog jelenteni. Másrészt pedig nyilván a város belterületén egy olyan ütőér út, hogyha mondhatom így, amely minden lakónak nagyon fontos, hogy rendben legyen, elkészüljön. Tehát nagyon arra mutat minden jel, hogy ebben az évben ez meg fog történni. A másik apropója, ami miatt itt voltak, hogy főosztályvezető úr, ugye Friedrich Szilárd főosztályvezető úrról beszélünk, aki egyébként karcagi születésű, készített egy szakdolgozatot néhány évvel ezelőtt, amely arra vonatkozott, hogy a Madarasi út, Kálvin út találkozásánál hogyan lehet egy olyan biztonságos közlekedést kialakítani, amely az arra járóknak, arra közlekedőknek is egy olyan lehetőséget biztosít, hogy zökkenőmentesen és folyamatosan tudjon a közlekedés ebben a kereszteződésben bonyolódni. Ez ugye az ő elképzelése szerint egy körforgalom kiépítését jelenteni, amely mind a gyalogosoknak, mind a kerékpárosoknak, mind pedig a gépjárművel közlekedőknek egy biztonságos megoldást jelentene. Erre vonatkozóan készítette ő el ezt a tanulmánytervét, amelyet most aktualizált, és azt javasolta, amelyet aztán a képviselőtestület el is fogadott, hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan terv, amellyel egy következő pályázati szakaszban lehet pályáznunk egy ilyen körforgalom kiépítésére. Nyilvánvalóan több aspektusból meg kell majd ezt vizsgálni, hiszen ez a kereszteződés túl azon, hogy a városközpontban van, egy olyan területet biztosít, amely különböző kulturális eseményeknél is igénybe van véve, és amely az épületek elhelyezkedéséből adódóan azért nem biztos, hogy úgy, ahogy most jelen formájában van a tér és a hozzá kapcsolódó utak, megoldható. Lehet, hogy ez érinti a Petőfi szobrot, érinti az országzászlónak az elhelyezkedését, tehát nagyon sokféleképpen meg kell ezt vizsgálnunk, hogy hogyan fér el ide egy körforgalom. A megoldás természetesen fontos, hiszen ez a kereszteződés egy nagyon-nagyon fontos kereszteződés, ahol
Nagyon sokan közlekednek, főleg csúcsidőben, tehát mindenképpen szükséges egy olyan megoldás, amely biztonságos lesz minden arra közlekedő számára. Úgyhogy ezek voltak azok a kérdések, amellyel foglalkoztunk testületi ülés előtt, legalábbis ami a közutat érinti. Ez a körforgalom, hogyha megvalósulhat, mikorra várható? Most arról döntött a képviselőtestület, hogy támogatjuk ennek a tervnek az építési engedély benyújtásához szükséges elkészítését. Ezt a közút magára vállalta. Mihelyst ez megvan, nyilvánvalóan meg kell vizsgálni a különböző közművek kiváltásának lehetőségeit, hiszen ott szennyvíz, ivóvíz, gáz, telefon és még nagyon sok-sok olyan közmű elhelyezkedik, amely nyilvánvalóan érintene egy ilyen beruházást. Tehát ezeket meg kell vizsgálnunk, utána pedig természetesen forrást kell találni arra, hogy hogyan lehet kivitelezni. Nyilvánvalóan nem lehet néhány hét és néhány hónap alatt egy ekkora beruházást előkészíteni és megvalósítani, de én bízom abban, hogy néhány éven belül ez mindenképpen biztonságosan és hosszú távon megoldódik. Más egyéb frekventált helyen lévő forgalmas kereszteződések esetében lehet-e számítani hasonló változtatásokra? Természetesen, ahogy eddig is vizsgáljuk azokat a fontos beavatkozásokat, amelyek szükségesek a forgalom nagysága miatt. Látjuk, hogy egyre több gépjármű kerül forgalomba, egyre többen használják gépjárművüket, és egyre többen közlekednek ezzel, nem csak a csúcsidőben, hanem most már szinte folyamatosan napközben is. Meg kell néznünk, hogy melyek azok azok a fontos beavatkozási pontok, akár az utak egyirányúsításával, akár bizonyos irányok megváltoztatásával, vagy megszabásával. Úgyhogy ezt természetesen a szakemberekkel, elsősorban a közlekedési mérnökökkel, illetve a rendőrkapitányság szakembereinek a bevonásával vizsgáljuk. Történtek már ilyen beavatkozások, hiszen látjuk, hogy a Szabó József utcán ugye megváltoztattuk a behajtási irányt, egyirányúsítottuk, vagy a Varró utcának a kikanyarodását tiltottuk meg bizonyos helyeken, és én azt gondolom, hogy ezek mind-mind javították a forgalom biztonságát. Nyilvánvalóan fogjuk folytatni, és vizsgáljuk folyamatosan. Döntés született gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan is. Pontosan milyen döntés született? A jogszabályok írják alá és elő azt, hogy hogyan kell és milyen formában elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkeztetését megoldani. Természetes, hogy amit a jogszabály előír, sőt azt látom, hogy Karcagon ennél néha többet is megtesz az önkormányzat. Ahogyan azt a jogszabály előírja és ahogyan a lehetőségeink adják, ezt természetesen ebben az évben is fogjuk biztosítani. Én kérem azt, hogy azok, akik ebbe a körbe tartoznak, azok folyamatosan figyeljék azokat a felhívásokat, elsősorban az oktatási nevelési intézményeken keresztül, és éljenek ezzel a lehetőséggel. Tegyünk említést egy új lehetőségről, a népkonyháról. Pontosan mi ez a szolgáltatás? Önkormányzatunk egy együttműködési megállapodást kötött a népkonyha szolgáltatójával. Közösen próbáljuk biztosítani azok számára a napi egyszeri meleg étkezést, akik erre rászorulnak. Igényelni szükséges a igénybevételt, ezt biztosítottuk a szociális szolgáltató központon keresztül, tehát ott kell igényelni a napi egyszeri étkezés lehetőségét. Utána pedig természetesen az osztópontra, amely egyenlőre egy osztópont, ugye a Városgondnokság épületében került kijelölésre, ott lehet átvenni az előre meghatározott időszakban. Ez napi egyszeri meleg étkezést jelent. Van olyan nap, amikor egy levest, van olyan nap, amikor egy második ételt jelent, de mindig csak egyet, tehát ezt egy dobozban megkapja, aki bejelentkezett, regisztrálta magát, és természetesen elviheti, elfogyaszthatja. Folyamatos, tehát egyszer kell jelentkezni erre a lehetőségre, és addig, amíg fennáll az ő igénybevételének a jogi háttere, addig ezt természetesen megteheti. Lehet csatlakozni bármikor, ugye azok az elérhető helyeken, vagy elérhetési pontokon, amelyeket a különböző médiákban meghirdettünk, de elsősorban a szociális szolgáltató központban.
Tervezzük a bővítését, látjuk az igénybevők létszámát, ha szükséges, akkor természetesen további osztópontokban is meg fogunk egyezni a szolgáltatóval. Én azt kérem, hogy egy picit türelmesek legyenek azok, akik igényelni tudják ezt a fajta ellátást, és rugalmasak, kollégák mindent megtesznek annak érdekében, hogy egyik napról a másikra is be tudjanak kerülni ebbe a rendszerbe. Döntés született különféle pályázatokon való részvételről is. Melyek ezek a pályázatok? Önkormányzatunk folyamatosan nézi azokat a lehetőségeket, amelyek forrásokat jelentenek az önkormányzat különböző feladatainak a megoldásához. Az egyik ilyen pályázat, és ez top pluszos pályázat keretein belül van, egy kistérségi együttműködés keretében olyan kulturális programok megvalósítására tudunk pályázni, amely Karcagnak és természetesen a kistérség valamennyi településének sokat jelenthetnek, hiszen az elkövetkezendő 2-3 évről beszélünk, és olyan nagy kulturális programokról, mint például a Birkafőző Fesztivál, amelyet azért minden évben a szokásos színvonalon szeretnénk megrendezni. De ugyanilyen nagy rendezvények vannak Kisújszálláson, Berekfürdőn, Kenderesen, illetve Kunmadarason is, tehát ez egy közös összefogással megvalósuló pályázat. Vannak kisebb pályázataink is, amelyek én azt gondolom, hogy nem a nagysága határozza meg, hanem az, hogy a város életében milyen jelentőséget tölt be. Ilyen pályázat például az a pályázat, amely a testvérvárosi kapcsolatoknak az elmélyítését, együttműködését segíti, hiszen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, mind a magyar nyelvű, mind pedig a idegen nyelvű testvérvárosainkkal. Ehhez jelenthet egyfajta plusz forrást az a pályázat, amire jelentkeztünk. És hát természetesen azokra a díjakra is, amelyek az önkormányzat életében egyfajta elismerést jelenthetnek, amelyek az eddig elvégzett munkánknak a úgymond gyümölcsét jelenthetik, hiszen nagyon sokat fordítunk az idős polgártársainkra, azokra a szeniorkorú karcagiakra, akik akár civil szervezeti kereteken belül, akár pedig különböző programokon keresztül vesznek részt a város életében, illetve ugyanez vonatkozik a fiatalokra is. Így megpályáztuk az idős barát, illetve az ifjúság barát önkormányzat címeket is. Térjünk rá polgármesteri tisztségére. Elevenítsük fel a nézők számára, hogy mióta tölti be ezt a tisztséget. Ugye 2019-ben volt polgármester választás, akkor voltak az önkormányzati választások, ahol megválasztásra került a Dobos László polgármester úr, illetve maga a képviselőtestület. És hát tudjuk mindannyian, hogy egy sajnálatos esemény történt 2020-ban, ami után egy időközi önkormányzati választást, polgármester választást kellett tartani településünkön. Ezen a választáson döntött úgy Karcag lakossága, hogy a polgármesteri tisztségre engem választanak meg, tehát 2020 óta 4 éve töltöm be ezt a tisztséget. Milyen nagyobb beruházások valósultak meg az utóbbi időben a városban? Nagyon sok beruházásunk megvalósult, és nem csak a nagyok, hanem kisebbek is, és én azt kell, hogy mondjam, hogy számomra minden beruházás nagyon fontos, a legkisebbtől egészen a legnagyobbig. Nem feltétlen kell anyagi értelemben véve különbséget tennünk beruházás és beruházás között, hiszen néha egy kis összegű pályázat volumenében egy közösségnek lehet, hogy legalább annyit jelent, mint egy több százmilliós vagy akár milliárdos beruházás is. Én azt gondolom, hogy én magam, illetve a képviselőtestület teljes létszámmal büszke lehet azokra a beruházásokra, amelyeket elvégeztünk ebben a 4 vagy 5 évben, hiszen azért mondom, hogy 4 vagy 5 évben, hiszen nem csak ebben a 4 évben kezdődtek ezeknek a beruházásoknak az előkészítései, hanem némelyik jóval előrébb. Tehát a megvalósulási időszak esett ebbe a 4 évben. De azt gondolom, hogy valóban büszkék lehetünk, hiszen a kerékpárutak felújítása, a Kisújszállási úti kerékpárútnak a teljes körű megújítása, a közvilágításnak a
cseréje, az összes lámpatestet lecseréltük, tehát teljesen megújult az egész városban a közvilágítás. De mondhatom azt a sok útfelújítást, amelyet elkezdtünk, és amelyet egyébként folytatni is fogunk, hiszen ebben az évben látjuk azt, hogy milyen útfelújítások vannak. Azokra a szennyvízbekötésekre, amelyeket ígértünk és meg is valósítottunk. És hát ott vannak az oktatási nevelési intézményeknek a felújítása, a rendbetétele, a bölcsödéknek a épületének a megújítása, egy újnak az építése, a ligetúti sporttelep fejlesztése, vagy a Karcag Kincse Művészeti és Kulturális Központ, a hozzá kapcsolódó barnamezős beruházás, folyik jelenleg a fürdőfejlesztés. Tehát nagyon sok olyan területét megújítottuk településünknek, amelyek a következő évekre, akár évtizedekre meghatározzák majd a város arculatát és jövőjét. Rengeteg beruházás és épület került átadásra. Hogyan látja, mennyit fejlődött a város, amióta ön a polgármester? Én bízom abban, hogy egy látványos fejlődés volt az elmúlt néhány év, és ahogy mondtam, ennek az előkészítése azért több, mint ez a néhány év, amelyet én polgármesterként töltöttem, úgymond a városban, de visszajelzések azt mutatják, és ennek én nagyon örülök, hogy megújítottuk a várost, egy lendületes fejlődés az, amelyen végigment Karcag, hiszen, ahogy az előbbi felsorolásból is mondtam, az élet szinte minden területén próbáltunk olyan fejlődést generálni, ahogy mondtam is, hogy hosszú évekre próbáljuk meghatározni a város életét. Ez a koncepció, amelyet elkezdtünk, nem egy évre, nem erre a négy évre szólt, hanem a következő évekre, évtizedekre. Ennek ez a része látványos, de én bízom abban, hogy ez a lendületes fejlődés megmarad a jövőben is, és további arculatváltással tudjuk a város jövőjét befolyásolni. Új buli megválasztása esetén milyen tervei vannak polgármesterként? Azokat a beruházásokat, amelyet elkezdtünk, és amelyek előkészítési állapotban vannak, nagyon sok ilyen van, hiszen látjuk az útfelújításokat, látjuk az oktatási intézmények további fejlesztését, együttműködve azokkal a Karcagon jelenlévő fenntartókkal, legyenek ezek egyházi fenntartók, vagy állami fenntartók, ugye a szakképzési centrum, vagy az oktatási intézmények fenntartói. Folytatni fogjuk ezeket a felújításokat. Természetes, hogy nagyon sok olyan megoldandó probléma van, amelyek menet közben jönnek, de bízom abban, hogy ezeket is tudjuk majd kezelni. Fontos a szennyvízhálózat rekonstrukciója, hiszen látjuk, hogy elavult és nagyon régi. Több helyen már beavatkozni kellett, de ezek a pályázataink jó irányban haladnak, tehát én biztos vagyok abban, hogy a következő években meg tudjuk újítani a szennyvíz és az ivóvíz hálózatunkat. Az útjainkat mindenképpen fejleszteni kell, és azt az elkezdett járdaépítési programot, amelyet remélem már most is látnak a tisztelt városban jövők, menők, az itt lakók, ezt folytatni fogjuk a következő években is. Nagyon sok feladatunk van, de azt gondolom, hogy azzal a csapattal, amely mögöttem áll, és amelyet a következő évekre is elképzeltünk, ezzel a csapattal meg fogjuk tudni valósítani. Köszönöm az interjút. Várjuk stúdiónkba legközelebb is. Köszönöm szépen.